váratlan gépépítés évvégére. Több okból is. Az az igazság, hogy a gamer gépet, amiről egyébként a játszunk, amikor a streameket látjátok, ugye muszáj mindig így a legesleg izmosabb szinten tartani, hogy ne az legyen, hogy nem úgy látjátok a videójátokat, ahogy kellene lássátok. Úgyhogy emiatt folyamatosan fejlesztenünk kell. Nyilvánvalóan ugye abba hagytuk a gépépítős live-okat, de úgy gondoltuk, hogy ha már fejlesztünk a gépen, miért is ne készítsünk belőle videót, hiszen volt már gépépítős videónk, millió gépépítős live, nem kell elmagyaráznunk előről, hogy mit, hogyan kell csinálni, és többi, és többi, csak simán úgy meg tudjuk építeni a gépet. Úgyhogy amiatt, hogy videót csinálunk belőle, úgy gondoltuk, hogy átépítjük egy másik házba, hogy egy kicsit másképpen nézzen ki, hogy egy kicsit felrázzuk a dolgokat. Mindjárt látjátok, hogy hogy áll össze az egész, fel fogom sorolni az alkatrészeket, de lényeg az, hogy ugye az eddigi 10. generációs Intel platformról és DDR4-es RAM-ról most átemeljük a rendszert a 12. generációsra, a DDR5 RAM-mal, új hűtővel, új táppal, új házzal, új alaplappal, háttértárak maradnak, meg a videokártya is egyelőre, ameddig nem jön ki a 4-es széria, addig a 3090-nel fogjuk hajtani. Úgyhogy vágjunk bele, nézzük végig, hogy mit is fogunk használni. Mindennek a lényege, Cosmos. Miért a Cosmos? Megmondom őszintén, hogy a Cosmos egy legendás ház, nekem is nagyon tetszett, Janinak is nagyon tetszett már régebben is, nem egy mai darab, viszont elkészült belőle ez a Black Edition, iszonyatosan igényes, full fém, full edzetüveg, hajlított edzetüveg, toronyház, mostanában dolgoztunk más házakkal is, érdekes volt minden esetre. Haladjunk szépen tovább. Alaplap. A legtöbb esetben Asus alaplapot használunk, most is így lesz. Még mindig a legmegbízhatóbb alaplapok közé tartozik az Asus, különösen az ROG, úgyhogy nem igazán szerettük volna egy ilyen csúcsprocinál valami akármire adni a dolgokat, és inkább nem bízzuk a véletlenre, úgyhogy az ROG Maximus Z690 Hero alapra fog épülni, ami már az új LGA 1700-as standardot támogatja. Szóval jó belera a processzor. Az alaplapba processzorként, ez egy nagyon érdekes dobozzal ellátott proci kerül, amit majd hát, izgalmas lesz egyébként kibontani szerintem. Ez egy a 12. generációs, a legnagyobb i9-es, szóval ez a 12900K, tehát az előző 10900K-nak a 12. generációsítása, és természetesen a K Edition. A RAM szinten, hát a föld alól, köszönjük szépen, ez a DDR5-ös Kingston Fury RAM, mindjárt mondom nektek, mert ez azt hiszem az alacsonyabb órajelű verzió, az 5200 MHz-es CL40-es RAM, rohadt nehéz beszerezni, úgyhogy ez az egyik nagy probléma most így a chip hiány idején, de a legnagyobb probléma egyébként alapvetően nem a chip hiány jelentette abból a szempontból, hogy meg lesz-e a build vagy sem, mert a proci meg a RAM még meg is lett az alaplappal együtt. A gond a hűtővel volt, és ezt most mondom, hogyha valaki ilyen gépet akar építeni, az LGA 1700-as platformra való hűtők még most jönnek éppen ki, illetve lehet külföldről igényelni hozzá új mountingot a meglévő hűtőtökre, de az rohadt sok idő, amíg megjön, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz rá hűtőt szerezni. Különösen azért, mert egyszerűen annyira új a szabvány, hogy még nem is nagyon van. És van, amelyik már támogatja, de mondjuk csak az év közepétől gyártott típusai, és a többi, hogy baromi nehéz találni rá. Én nem is bánom egyébként, hogy végül ez a Noctua lett a választott, ez a D15S. Nekem az otthoni gépemben is a D14 van, léghűtőt használtunk az előző gépen is. Megmondom őszintén, hogy néhány ilyen AIO folyadékhűtő, amit használtunk, igaz, customet még nem használtunk, de az AIO hűtőkkel vannak gondok. Nem tudom, szerintem összességében, hogyha Jani, meg az én, meg a benti gépeket nézzük, hát szerintem, hogy 4-et biztos megettünk már egy AIO hűtőből, ezt elmondtam a múltkori buildnél is. Elkezd kerregni, kattogni, nem jó, nem hűt egy idő után, újraindul, túlmelegszik, minden baja van, és az az igazság, hogy nekünk ezek folyamatosan kell működjenek, és nem tudunk 3, 4, 5, 6 nap szünetet tartani azért, mert probléma van a géppel, úgyhogy sokkal egyszerűbb a léghűtő tornyok használata, különösen a Noctuáé, mert ugye ez az egyik legjobb, ami csak létezik, és ezeken annyi tud történni, hogy ki kell cserélni a ventilátort. A videokártya az még egyszer, ugye ez a TUF Gaming 3090, ezt használjuk mióta teszteltük ezt a modellt. Hát mit nem mondja, gond nem volt vele eddig. Szerintem ezután sem nagyon lesz. A táp pedig, hát igen, ez még egy ilyen korábbi ötlet volt egyébként az előző buildbe, a 10900K-s 3090-es buildbe. Szántam ezt a Superflower-t, nagyon jó árban volt akkor, nagyon jól lehetett meglőni. Igen, tudom, ez egy 2000 wattos táp, és a rohadt nehéz, de szanaszét akartam overclockolni azt a gépet. Csak végül a költözés meg minden miatt egyszerűen nem jött úgy az időm, hogy ezt meg tudjam csinálni. De lényegtelen, ez egy 80 plusz platinumos táp, jó nagy helyel, tehát nincsen gond, hogy el fog fogyni a teljesítmény, vagy ilyesmi, úgyhogy ez még sokáig jó lesz, úgyhogy
pont kéznél volt. Én ebben nagyon-nagyon bízok, nagyon kíváncsi is vagyok rá, mert eléggé ipari. Háttértár szinten pedig két NVMe SSD-vel, egy sima SSD-vel és két merevlemezzel dolgozik a gamergép, úgyhogy azt abból kellett kiszedjem, és itt is így fogjuk használni. Nem fogjuk túlzásba vinni most világítással, meg semmivel, megpróbáljuk a gyári cuccokat használni, vagy ha nem, akkor van még tartalék néhány ventilátor, amire szükség lehet. Na, csinálok egy kis helyet, és akkor az alaplappal fogunk kezdeni. Megapracival. Az új alaplap hamarosan elénk táhul, ezt a szokásos 3/4 nyíló Asus dobozt látjuk. Milyen hasznos ez a kis karton? Milyen hasznos ez a kis karton? Csak nem így fogjuk használni, hanem így. Elég nagy ez az új Elgia 1700-as base, ahogy nézem. Hosszúkásabb egyébként, meg nagyobb, mint az előzőek voltak. Valószínűleg emiatt is kell hozzá új bracket. Még egy érdekesség egyébként az alaplappal kapcsolatban, amire tovább haladunk. Van hozzá egy PCI Express slotos ilyen kis bazi nagy hőcserélővel ellátott kártya, amiben NVMe SSD-ket tudunk tenni, illetve akár RAID-et összehozni egy ilyenen belül, és ugye ez csak egy PCI helyet foglal, hogyha lenne még szükségünk helyre, mert kettő amúgy is van a lapon, és azt a kettőt mi gép fogjuk használni, úgyhogy ezért én nem fogom használni ezt a kártyát, de tök jó, hogy van hozzá egy ilyen cokmuk, mert nagyon-nagyon tetszik. Annyi van még, hogy 240-es ventilátor van elől a házban, és egy 140-es ventilátor van hátul a házban. Ezek ilyen gyári házventik. Megmondom őszintén, hogy annyira nem király kvalitíva egyik sem. Illetve ugye itt látjátok, hogy ez a 240-es venti, több az alsó részben, ami majd a shield alatt lesz, a merevlemezek és a tápnál járatja a levegőt, illetve egy venti fogja forgatni a levegőt így kb. A kártya alatt. Na de most ugye a kártya, mivel hogy ez a rendszerű hűtő, ugye így lesz benne a gépházban, ugye alulról ettől a ventitől kap majd kaját lefelé, fogja beszívni a levegőt, majd mindenhová okárni. Így, mindenhová, hígysildeken keresztül, vissza az alaplapra, fel a proci hűtőhöz, meg így előre az üveg mögé, és akkor ennek az egy ventinek lesz a dolga, hogy valamilyen szívás által, mivel ugye pozitív pressure lesz a házban, ami azt jelenti, hogy van két inték, tehát beszívó ventink, és egy kiszívó ventink, így a légáramlat az egyértelműen ugye azt fogja eredményezni, hogy itt fent fogja okádni a levegőt, meg itt hátul ez a kis venti szipákol. Na de én tökre szeretném azt, hogy a processzor hűtőben lévő nagy 14 millis venti kapna egy kicsivel több friss levegőt, és ugye meggyorsítva azt itt fent még jobban okádja a kakát, ezért egy harmadik ventilátort be fogunk építeni még ide, ami kifejezetten ugye ide fogja tolni a levegőt, és így sokkal királyabb lesz a pozitív nyomás is odabent, és sokkal faszában fog kifelé jönni itt és itt a levegő. Ezek 120-as ventik lesznek, amiket beteszünk a mostani 140-esek helyett. Ne izguljatok, nem lesz semmi gond. Ugye kicsivel menőbb ventiket fogunk használni, aztán megpróbálunk egy külön ventilátor elosztót, meg egy kis világítást még szervezni nekik, ha már így döntöttünk, hogy legyen csere, ventilátor csere, szóval mégis fog világítani egy kicsit ez a cucc. Remélem.
na menj a faszomba. Lere! De mennyire jól néz ki, baszki? Na, srácok, elkészült. Nyilvánvalóan most ugye a live-okkal ellentétben megnéztük a dolgokat előre, hogy minden működik-e. Egyébként itt van a lábon a monitor, és tökéletesen működik minden. Őszinte legyek, az ember nem szokta a sajátját nyálazni, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a build. Nagyon jó választás volt szerintem a ház. Egészen elképesztő ez a hajlított üveg. Egyszerűen ilyen robosztusan néz ki. Egy drabális állóházról van szó, viszont kellően megtöltik a benne lévő dolgok. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen sikerült. Végül ugye az elején egy kicsit füllentettem, hogy nem visszük túlzásba a világítást. Bár megmondom őszintén, hogy ugye ez itt mégiscsak el lett dugva. A ház alul felül, ugye alul is világít, felül is világít. Ez maga a ház egyébként, amire amúgy lehet változtatni. Ez a cycle, lehet választani, hogy milyen színben csinálja ezt a pulzálást. És ugye a színes ventikkel, ugye 4 ilyen színes corsair venti került bele. Kicsivel másabb lesz, kicsivel több lábhelyem lesz, mert ugye ez a szörnyezet, ami eddig volt bent, azért eléggé elfoglalta a dolgokat. De én azt gondolom, hogy egy nagyon kis, hát nevezzük a mai világban már visszafogottnak. Visszafogott kis build lett belőle, ami jó vaskos, tehát ez nem a... félkézzel felemelős típus egyébként, hanem rohadt nehéz. Megmondom őszintén, hogy az a kíváncsiságom, ami hajtott, mikor megjelent a Cosmos, az akkor nagyon gyorsan elmúlt azért, mert most érted mi? Egy állóház fémpántokkal, meg azt mondják, hogy edzett üveg, ami hajlítva van. Annyira megmondom őszintén, hogy nem mozgattam meg a fantáziámat annak idején. Szép volt, de mindig valami elmebajos. Ne legyen ez a szabványos toronyház, legyen négyzet alakú, vagy ITX, vagy mit tudom én, valami őrület legyen, két gépben, stb. Talán azt gondolom, hogy tévedtem, és ez a néhány ultraigényes dolog ezzel a házzal kapcsolatban eleget dob rajta ahhoz, hogy nekem ez nagyon tetszen, attól függetlenül, hogy természetesen kurva drága. Az, mert ugye a prémium anyagokat meg mindent meg kell fizetni, de nekem nagyon tetszik, és ne feledjük, hogy mindkét oldalon, tehát a kábelezős oldalán is, amit most nagyon szépen megcsináltam, és elől is mágnesesen nyílik az üveg, teljesen, ahogy látjátok, ami hangot esetleg hallatok a gépből, az mind a táp, semmi másnak nincsen hangja, a táp azt mondta, hogy mert úgy kell legyen, úgyhogy ezek gyönyörűen mágnesesen záródnak, és minden más is mágnesesen záródik, tehát ez az első nyílócoknuk felül a szűrő, ami egyébként tökéletesen bejött, itt ezen a ponton érzem nagyon, hogy a proci már tolja is a meleget, úgyhogy egy nagy átrántás van, de egyébként így csukott állapotban is egy tökéletes megoldás lett. Nekem nagyon tetszik, nagyon remélem, hogy nektek is tetszik a gép, ha tetszik, mindenképpen írjátok meg kommentekben, hogy mit szóltok hozzá. Most így oldattuk meg ezt a gépépítést, nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen videó, én most is borzasztóan élveztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy meglepően zökkenőmentesen zajlott ez a dolog. Muszáj volt ezeknek a körülményeknek megfelelően, srácok, mert ez a gamer gép, ami minden nap munkában van, és ennek tökéletesen kell működnie, úgyhogy ez egy nagyon fontos része a setupunknak, úgyhogy nagyon aggódtam, hogy minden rendben menjen, de minden rendben ment, úgyhogy ez mostantól munkába is áll. Mindenkinek boldog új évet! Jövő január 3-án találkozunk. Legyetek jók! Vigyázzatok magatokra! Köszönjük szépen! Szevasztok!